Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét találkozunk. Már korábban is beszéltem nektek Dávid király történetéről, most ismét a Dávid királlyal fogunk találkozni a Bibliában, és biztosan, hogy hasznos lesz, és hogy ti is meg fogjátok szeretni Dávid királyt, mert az élete mindannyiunk számára példa is. Dávid királyról szeretnék beszélni nektek, mégpedig az életének arról a szakaszáról, amikor nagyon sok bántás, üldözés és szomorú napok után egy új napra virradt. Dávid király jó szívű volt, kedves volt, szépen tudott énekelni, és szívesen beszélgetett az emberekkel. Nagyon-nagyon kedves volt, szerette az állatokat, különösen a juhokat, meg hát biztos volt neki kutyája is, ami segített neki a juhokat terelni, és hát az élete úgy alakult, tudjátok, ennek a pásztorfiúnak, hogy legyőzte Góliátot, a szomszédos népt, mint ellenségnek egyik tagját, aki fenyegette Isten népét, hogy legyőzi őket, és hogy csúnyán elbánik velük. És aztán Dávid király legyőzte ezt a hatalmas Góliátot, királynak megtetszett, Dávidnak egyre nagyobb sikerei lettek a harcokban, mindenki őt tapsolta, éjjelezte, aztán kitört a féltékenység, képzeljétek el, a királyból. Hogy is hívták azt a királyt? Saul királyból. Volt neki egy fia, Jonatán, hát az nagyon kedves, barátságos fiú volt, szerette Dávidot, és sokszor együtt beszélgettek, és hasznos dolgokkal foglalkoztak. Dávidnak bizony nagy ellensége lett ez a Saul király, mert irigy volt rá, borzasztóan irigy volt rá, hogy Dávidnak minden úgy sikerül, hogy olyan ügyes, olyan mozgékony, olyan nagyszerű, sokszor barlangokba alott Dávid. Voltak emberek, akik követték, vele voltak, harcos társai voltak, és egy napon, amikor már olyan nagyon reménytelennek tűnt az élete, és kezdett szomorkodni, hirtelen megtudta a különös hírt, Saul király és a fia elestek a harcmezőn, és meghaltak. Vége lett az életüknek. Ez a Saul király olyan különleges ember volt, nem igen szerették őt az emberek, mert olyan durva volt, olyan lenéző volt, meg irigy ember volt. Nos, hát meghalt Saul király, és Dávid előtt egy új út nyílt. Mégpedig, hogy ő neki most már eltűntek az útjából az ellenségei, és hogy neki egy új lehetőséget adott Isten. És imádkozott ez a Dávid, hogy is folytassa tovább az életét. És mutatok itt nektek egy képet. Dávid egy sátorban van, és letérdelve imádkozik, a kezét felemeli, a fejét meghajtja Isten előtt,
segítségét kéri, hogy Uram, most már hogy legyen tovább? Hogy legyen tovább? Eddig a királyi palotában laktam, vége a királyságnak, és hogy is folytassam az életemet? Nézzetek csak ki jobbra, láttok ott egy lovat, egy cocót. Ó, de aranyos, képzeljétek el, hogy ez egy nagyon jó ló volt. Nem rugott, nem harapott, nem állt tótágast, hanem olyan kedves állat volt. Ez Dávidnak volt a lova. Dávidnak volt a lova, jól nézzétek meg. Mit is csinál most ez a ló? Hát mit csinálna? A ló, ha teheti, mindig eszik, legel. Ott van a fű, és szépen legelget. Persze azon kívül a lovak szoktak még más ennivalót is kapni, nem csak a füvet eszik meg. Még a gazdájuk gondoskodik más finom falatokról is. Hát nem azt mondom, hogy a csokiról, bár tudom, és ti is tudjátok biztosan, hogy a ló a cukrot is szereti, nagyon szereti. Úgyha az ember tenyerébe teszi a cukrot, akkor a ló nagyon gyorsan odafordul, és a nagy nyelvével elveszi. Nos, hát Dávid királynak itt vannak, látjátok, a csomagjai, és egyedül imádkozik, hogy Uram, mi lesz velem? Hogy folytatódik az életem? A királyi házból előztek, a király meghalt, még a fia is. Hát nem tudom, visszamenjek apámhoz, birkapásztornak, vagy mi legyen az én életemmel? És a szíve egyre inkább közelebb került Istenhez, és megérezte Isten hangját. Meghallotta az Isten hangját, Dávid, amikor imádkozott, és azt mondta neki, hogy fiam, menj Hebronba, abba a kisvárosba, és majd alakul tovább az életed. Dávid király mélyen gondolkodott, jól hallottam, Hebronba kell mennem. Hát igen. Ott sok szép és érdekes dolog van, szép emlékek vannak ott, és hogy hát Uram Isten, hát szívesen laknék Hebronban. Jön mindenki velem, a szolgáim, mégis nem egyedül kell mennem egy idegen környezetbe. Gyerekek, ti szoktatok imádkozni, és hogy a ti szívetek is olyan közel kerül Istenhez, mint a Dávid szíve. Mert ha távol van a szívünk Istentől, akkor nem halljuk az ő szavát, mert Isten szavát nem a fülünkkel halljuk, nem bizony, nem a fülünkkel halljuk meg Isten szavát, hanem a szívünkkel. A szívünkkel halljuk meg, amit Isten mond nekünk. Dávid megértette, hogy akkor nyergelje föl a lovát, szedje össze a csomagjait, és induljon Hebronba. Amikor ezt az üzenetet megkapta Dávid, akkor összegyűjtötte a családtagokat. Dávidnak akkori kor szerint nem csak egy felesége volt egy embernek, hanem több is így éltek, és abban a korban ez volt a szokás, ma már nem így élünk, hanem mindenkinek, ha megnősül, egy felesége van. De hát Dávidnak akkor még abban a korban több felesége volt, mint más embereknek, és előszólította a feleségeit, hogy drágáim, szedjetek össze mindent,
készítsétek elő a gyerekeket az útra, készítsetek ennivalót, hozzatok mindenféle dolgot, míg odáig érünk Hebronig, biztosan megéhezünk, össze kell szedni a nagy korsókat, a vizes korsókat, meg a vödröket, amiből a lovak isznak, meg abrakot kapnak. Majd finom abrakot fognak kapni. Aztán Dávid szólt a harcos társainak is. Mit szóltok hozzá, barátaim? Isten azt mondta, hogy költözzek Hebronba, hát majd ott alakul tovább az életem. Van kedvetek velem Hebronba jönni? A családom már igen mondott, a feleségeim is, a gyerekek is elkezdtek sikoltozni örömökbe. Jaj, de jó! Megyünk Hebronba. Milyen jó lesz ott Hebronban. És hát a harcos társak is gondolkoztak, és azt mondták, igen, 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 megyünk szívesen veled. Ennyi sok harc után mi nem maradunk el tőled, veled megyünk. És nézzétek csak, itt van Dávid, itt van a kutyája, volt neki egy kis cicája is, hát elég sovány, ahogy látom, elég sovány szegényke, úgy látszik, hogy ott kevés egér volt, és nem hízott meg a cicukám. A kutya valamivel jobb állapotban volt, több mindent kapott, és Dávidnak örült a felesége is, hogy elmennek. Meg a többi asszony is ott vannak, meg a szolgák is ott vannak, mind, és mindenki készülődött, csomagolt, el kell menni, ott kell hagyni azt a helyet, ahol eddig laktak. És egy új kezdés az nem is olyan egyszerű. Nem tudom, hogy veletek történt-e már ilyen dolog, hogy a szüleiteknek megváltozott a munkahelye, és akkor esetleg másik városba kellett költözni, hogy volt-e kedvetek elmenni onnan a megszokott helyről, vagy esetleg másik iskolába kellett beiratkozni, hogy volt-e kedvetek egy új iskolába menni, és ott új gyerekek között, új szokások között tanulni. Hát igen, az életben vannak ilyen fordulatok, és hogyha az Úr azt mondja, hogy menjünk, akkor hát jól tesszük, ha szót fogadunk, és elindulunk, mert Isten tudja, hogy mit akar velünk. Nézzétek meg még egyszer jól ezt a képet, itt mindenféle ember van, ott hátul látom, hogy van két embernek a süvege, ezek, az a gyanúm, hogy ezek papok voltak. Mert Dáviddal nem csak harcosok voltak, papok is, imádkozó emberek is voltak vele. Imádkoztak Dávidért, és segítették Dávidot. Így készülődnek. Kutya morog, a cicuka nyávog. És aztán mindent összeszednek, és elindulnak. Aztán az történt, hogy amikor Hebronba került Dávid, ott letelepedett, hát ki kellett csomagolni mindent, a ruhákat, elővenni a korsókat, és ott Hebronba volt víz bőven, megtöltötték korsókat vízzel, volt innivaló a családnak, tudtak főzni, és aztán teltek a napok, a hetek, és az emberek összedugták a fejüket, és azt mondták, akik Dáviddal jöttek, hogy Dávid, megválasztunk királynak. Meghalt Saul király, nincs a népnek királya. Legalábbis itt
a déli ország résznek a lakói, mi azon vagyunk, hogy te király légy, és hogy te vezesd ezt az országot, és te állj ott a harcokban, az élen, és te irányíts bennünket. És hát aztán Dávid elfogadta ezt a gondolatot, és nagyon örült, hogy ő király lesz. És aztán úgy alakul a dolog, hogy összegyűlnek az emberek, előállnak a papok, ez nagy ünnepem, ha valaki kikiáltanak királynak. A király Izraelben azt mondta a nép és a Biblia, hogy csak Isten a király. A királyok, az emberek, a földi királyok csak megbízottjai Istennek, mert csak Isten az igazi király, ő a királyok királya. És mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus az Úr, a király, a királyok királya, aki meghalt a keresztfán, és feltámadott, és ő az Úr. Dávid nagyon boldog volt, és aztán a kor szokása szerint a pap elővette az olajos korsót, és megkente Dávid fejét olajjal. Ez a felkenetés volt a királyságra, és a király aztán, miután ünnepélyesen imádkozva felkenték királynak, akkor bevezették a királyi terembe, a trónterembe, és akkor volt ott egy hatalmas, nagy királyi szék, arany szegélye volt, csillogott, villogott, nagyon szép volt, és akkor beleült Dávid király, és a fejére tettek egy arany koronát, és amikor látta a nép, azt mondták, halleluja, éljen a király, éljen a király, Dávid a királyunk. De bizonyám, még azt elmondom nektek, hogy az ország többi lakója, akik északon laktak, azoknak még nem volt királyuk, és ők is úgy döntöttek, hogy eljönnek Dávidhoz, és ők is királlyá kiáltják, úgyhogy az egész ország területéről mindenki egy véleményre jutott, Dávid a király. És Dávid szerette a népet, Dávid harcolt a népért, és soha nem volt Izraelnek olyan csodálatos királya, mint Dávid, aki győzelemre vitte ezt a népet, akit korábban elnyomtak, leigáztak, megöltek, és tönkretettek, fogságba tartottak. Dávid lett a király. Áldott az Isten, aki királyt adott a népnek. Hát eddig a történet.